Az új iskolába várják a diákokat, tarts a szemét nyitva, az ajtót becsukva, Bánhegyesi Lili mindene a sport, szigorú intézkedések a vizsgáztatásban. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 16-án 18 óra 5 perckor. Hírstúdiónk mai vendége Plósz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője. Mai vendégünk Plósz Csilla, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, én is köszöntöm a Karcag Televízió valamennyi kedves nézőjét. Megtörtént, rövidében mondom, a KIA-mi Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézménynek a felújítása. Ez egy hatalmas mértékű beruházás volt, amely ugye a projekt neve szerint infrastruktúrális fejlesztés, de azért ennél jóval több. Mit lehet tudni a részletekről? A Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézmény felújításának projektzáró online átadására került sor 26-án, március 26-án, egy péntek délelőttön rendhagyó módon, hiszen ilyen még nem történt. Ugye figyelembe vettük a járványhelyzeti intézkedéseket, és ilyen módon valósulhatott meg ez a projekt záró rendezvény. Maga a felújítás több évet foglalt magába, hiszen ha onnan veszük, hogy 2017-ben indult azzal, hogy kezdtük a pályázat megírását, hogy milyen fejlesztések valósuljanak meg ebben az intézményben. Két irány volt, az egyik az infrastruktúrális fejlesztés, a másik pedig a belső szakmai megújulása az iskolának. Az évek alatt ugye nagyon sokat kellett alkalmazkodnunk pedagógusoknak, gyerekeknek, szülőknek ahhoz, hogy a kivitelezés során minden gördülékenyen, zökkenőmentesen menjen, és én most megragadom itt az alkalmat, hogy köszönetet mondjak minden ebben résztvevő félnek, a szülőknek, a pedagógusoknak, a gyerekeknek, hiszen nagyon sok alkalmazkodásra, kreativitásra, megértésre, türelemre volt szükség ahhoz, hogy minden rendben menjen. És ebben nekik nagyon nagy szerepük volt. A kivitelezőknek pedig szeretném azt megköszönni, hogy a projekt első percétől kezdve az utolsó percéig rendkívüli módon együttműködőek voltak. Tehát kíváncsiak voltak a mi véleményünkre, hogy mit szeretnénk, itt az infrastruktúrális fejlesztésre gondolok, hogy hogyan is nézzen ki belülről az az iskola, mit hogyan készítsenek, hogyan történjen a kivitelezés, hogy az tényleg egy barátságos iskola legyen, ahová nap mint nap járnak a pedagógusok, minden dolgozó ugye a hivatásukat végezni, és ahova minden nap a gyermekek is jönnek az ő feladataikat végezni. Tehát köszönöm nekik ezt az együttműködést. A projektnek a legfőbb célja az volt, hogy egy energiahatékony, korszerű, mindennel felszerelt, a 21. századi elvárásoknak megfelelő, mind infrastruktúrálisan, mind infokommunikáció terén akadálymentesített épület kerüljön kialakításra. Én úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben megvalósult. Megtörtént az épületnek a teljes fűtés korszerűsítése, villanyhálózat korszerűsítése, a gazdaságos energiafelhasználást napelemek segítik, új gázkazánt kapott az épület, megtörtént a nyilászárók cseréje, a burkolatok cseréje, a vizes blokkok felújítása, az udvarnak a rendbetétere, a gyerekek nagy örömére játszópark került kialakításra, a külön épületrész került hozzáépítésre a meglévő épülethez, ami teljes mértékben kielégíti az igényeket. Teljesen kicserélődött az intézménynek a
bútorzata, ami szintén emeli az iskolának a korszerűségét. Kialakításra került egy kis konyharész, amely nem csak az ott dolgozókat és pedagógusokat szolgálja ki, hanem kapcsolódik majd a szakmai belső megújuláshoz is, amiről a későbbiekben fogok beszélni. A projekt milyen összegből és forrásból valósulhatott meg? A projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében európai, illetve hazai, a magyar állami forrásból valósult meg, összesen közel 543 millió forintból. Beszéltünk arról, hogy mik újultak meg az intézményben, arról is volt szó, hogy milyen berendezéseket kaptak. Az érdekel, hogy amikor a gyerekek birtokukba és a pedagógusok birtokukba vették az intézményt, nekik mi volt az első élmény, az első meglátás, az az aha, hú, ez a rácsodálkozó élmény. Igen, ugye erre az első napra, ez év 2021. január 4-én reggel került sor, hiszen akkor vették a gyerekek, pedagógusok birtokba az intézményt, és akkor volt ott az első tanítási nap ebben az évben. Hát a gyerekek azok meglepődtek. Hirtelen nem találták a helyüket, eltévedtek az épületben, és számtalan gyerekkel találkoztam a folyosón, aki jött velem szembe, és mondta, hogy Csillarin, én teljesen el vagyok tévedve, azt sem tudom, hogy most hol van az osztálytermem. Tehát olyan átalakuláson ment keresztül a belső tér, hogy a gyerekek is pár napig úgy nem igazán találták, hogy ők most mellé is tartsanak, de ebben segítségükre voltak a pedagógusok, hiszen rögtön az első nap reggelén kalauzolták őket, hogy hol is van az ő osztálytermük, illetve az a nap azzal telt, főleg az alsó évfolyamokon, hogy a tanítónénik körbevezették a gyerekeket az iskolán, hogy ne tévedjenek el, hogy mi hol van, mit hogy lehet megközelíteni, de ők is nagyon örültek a felújításnak, hiszen ahogy körbe mentem az első napon minden egyes osztályterembe, és minden egyes osztállyal egy pár szót váltottam, azok voltak a tanulói visszajelzések, hogy örülnek ennek a szép környezetnek. Köszönöm, hogy elfogadtam meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm szépen az érdeklődést. Fogadják meg a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság ajánlásait a besúranó tolvajok elleni védekezéshez. A tavaszi idő beköszöntével sajnos a besúranó tolvajok is megjelenhetnek a családi és társasházaknál, hogy a nyitva hagyott ablakon keresztül vagy épp ajtón beosonva különféle értékeket lopjanak el. A tolvajoknak nem kell a zárral bajlódniuk, fizikai erőszak nélkül juthatnak be a kulcsra nem zárt, vagy felügyelet nélkül kinyitva hagyott ajtón, ablakon. Leggyakrabban könnyen megszerezhető, illetve mozdítható értékeket, mint például táskát, készpénzt, ékszert visznek el, és az sem riasztja vissza őket, ha a tulajdonosok éppen otthon tartózkodnak. Kellő elővigyázatossággal az ilyen esetek megelőzhetőek. Kérjük, fogadják meg tanácsainkat. A háza kertkapuját, lakása bejárati ajtaját mindig zárja kulcsra, akkor is, ha otthon tartózkodik. Ha a kert hátsó részében dolgozik, vagy a teraszon pihen, akkor se feledkezzen meg erről. Amikor elmegy otthonról, akár csak rövid időre is, ne hagyja nyitva még résnyire se az ablakot. A szellőztetéssel is legyen óvatos, ne hagyja kitárva földszinti lakása ablakait, ha nem tartózkodik a szobában. A szúnyogháló nem helyettesíti a becsukott ablakot. Táskáját, kulcsait, egyéb értékeit ne hagyja az előszobában, a bejárat közelében. A bejárati ajtóra célszerű nyitásérzékelőt szerelni, így azon napközben sem tudnak észrevétlenül bejutni illetéktelen személyek. Ha gépkocsijával az udvarban áll meg, akkor is zárja be az autót, húzza fel annak ablakait és ne hagyja benne értékeit. Ha mégis megtörtént a baj, azonnal értesítse a rendőrséget, ne változtassa meg a helyszínt, ne tegyen rendet, mert ez megnehezíti az elkövetők felkutatását. Bánhegyesi Lilinek, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola diákjának a sport a mindene. Erről beszélgettünk vele. És hogy ez mennyire igaz, jól mutatja, hogy 7,5 éve kézilabdázik. 6 évig Balogh Zoltán irányításával Karcagon, azóta Debrecenben. 7,5 éve kézilabdázom, Karcagon kezdtem, ott 6 évet, és már másfél évet pedig Debrecenbe folytatom. Mi vonzott ehhez a sportákhoz? Hát nagyon sokat köszönhettem a karcagi edzőmnek, mivel ő
segített abban, hogy elkezdjek kézilabdázni. Említsük meg akkor, hogy ki ő? Balog Zoltán. És hát igazából megtetszett már elsőre, és nagyon tetszett. Irányítóként játszik, de igazi csapatjátékos. Hát én irányító vagyok, és legfőképpen a csapatjáték tetszett meg, hogy csapatba játszhatok. És hát itt azért logika is kell, egy kicsit ugye előre kell járni az ellenfelek előtt. Így van. Meg hát az irányítónak sok szerepe van a pályán, de én úgy gondolom, hogy a csapatjáték a legfontosabb itt. És egyébként akkor térjünk vissza egy picit a sulira. A sulivon is irányító vagy, tehát jól tanulsz? Hát jól tanulok. Lehetne egy kicsit jobban is, de... Ezt most akkor megfogadod? Így van. Szeretnék ezen javítani, remélem, hogy sikerülni is fog. Mi a mumus tantárgy? Hát mindenféleképpen most a biológia. Az iskolában évvégére javítani szeretne, most a biológia mumus számára. Debrecenben heti 3 edzése van. A csapat hamar befogadta, összeszokott, jól játszó társaság, a sportiskola csapata. A meccseken is jól helytállnak. Heti 5 edzésem van, és abból, ha tehetem, akkor 3-ra átjárok mindig. Mit kell tudni a debreceni csapatról, szakosztályról? Hát igazából a csapat, mint csapat, nagyon összeszokott és jól játszik. Ez ugye egy sportiskola, egy sportcentrum sportiskola, és hát a csapat összességében nagyon jó, szóval... Hát akkor ezek szerint befogadtak téged is. Így van, és hála Istennek a meccseken is jól helytállunk. Lili számára a kikapcsolódást a barátnőivel való találkozás jelenti. Ha nincs meccs hétvégén, csajos programokat szerveznek. Ha nincsen hétvégén meccsem, akkor próbálok mindig a barátnőimmel lenni, és az esküli időben is próbálunk találkozgatni, ha lehet erre lehetőség. Mi az a csajos program, amit így a barátnőkkel közösen csináltok ilyenkor? Hát igazából legfőképpen egymáshoz megyünk át, és ott akár filmet nézünk, vagy ilyenek. Amíg lehet, kézizik, de a sportvonalban képzeli el a jövőjét is, edzőként. 8. után Karcagon maradt középiskolás, és innen jár továbbra is a debreceni edzésekre. Szeretnék a sportvonalban is egy edző pályán menni. Hát akkor ezek szerint 8. után ilyen vonalra mész középiskolába? Hát igazából itt maradok a református gimibe, de a kézilabdát azt mindenféleképpen folytatni szeretném. És akkor, ahogy mondtad, utána pedig edző. Mondjuk, ha kapusnak kéne lenni, arra alkalmas lennél? Hát igazából nem tudom, de ezen nem is gondolkoztam, mert szeretek irányító lenni. Jó vagyok talán abba is, hogy megteremtem a helyzeteket másoknak, és igazából ezáltal. Szigorú óvintézkedések mellett tehetnek szakmai vizsgát a szakképzésben tanulók. A technikumokban és szakképző iskolákban kiemelt fontosságú a szakma gyakorlásához szükséges kompetenciák meglétének ellenőrzése. A gyakorlati vizsgákat a járványhelyzetre tekintettel tavalyi szigorú óvintézkedések mellett szervezték meg az iskolai rendszerű szakképzésben. A gazdaság újraindításához nagy szükség van a versenyképes szaktudással bíró tehetséges fiatalokra, de változatlanul elsődleges fontosságú az emberek egészségének védelme, a fertőzési kockázatok mérséklése. Ennek érdekében a szaktárca a tavaly május-júniusi vizsga időszak tapasztalatait figyelembe véve már dolgozik az idei szakmai vizsgákra vonatkozó szabályozás kialakításán. A szakképzésben fokozottan ügyelni kell a vizsgák szakmai színvonalának megtartására, az elsajátított gyakorlati tudás számon kérésére, különösen a szabályozott szakmák, mint például betegellátás, ápolás vagy a veszélyes berendezések javítása, karbantartása esetén kiemelt jelentőségű. Csak így garantálható, hogy a sikeresen vizsgázók a munka területük minden feladatának ellátásához szükséges összes kompetenciával rendelkeznek. A minisztérium tervei szerint a komplex szakmai vizsgák írásbeli részét az írásbeli érettségi vizsgákat követő időszakban szervezhetik majd meg az intézmények. A szakképzés lényegét jelentő gyakorlati vizsgákat az iskolák az általuk meghatározott időpontban tarthatják meg.
A vizsgákat az érettségikhez hasonlóan a tavaly bevált megoldásnak megfelelően kis létszámmal, az előírt védőtávolság biztosításával, az óv intézkedések betartásával kell lebonyolítani. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!